A műsorunk kezdeteitől szemmel követi a vak navigátor Karvai Sanyi sorsát, aki derűsám, nyughatatlan ember keresi a rekordokat. Tavaly Borsi Gergő rali versenyző barátjával a vakon motorozást mutatták be, ott hoztak egy rekordot, most pedig az idei tervekről faggatjuk a páros. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Boldog új évet, urak, fiúk! És nézzük, hogy idén mi várható, de először nézzük azt, hogy hogyan telt az évvége Sanyikám Gergőnektek mennyit voltatok nyerekben, volán mögött, családdal. Jó reggelt kívánok, és én is mindenkinek boldog új évet kívánok. Igazából mióta voltunk itt, azt hiszem augusztus 29-én utoljára, 27-én volt ugye augusztusban az a rekord kísérlet, ami hát egy felejthetetlen élmény maradt számomra azóta is, úgy azóta úgy nyugtalanul vártam azt, hogy elkövetkezzen a január, és nagyon sokat beszélgettünk Gergővel, hogy hogyan is fog ez történni, mit fogunk csinálni, ugye most el kell, hogy mondjam, hogy szeretnénk körbe motorozni a hungaroringet. Amint azt egyébként augusztusban is megígértétek, hogy ez lesz a következő feladat. Azt mondnak, mielőtt ennek a kísérletnek a nehézségeire térnénk, hogy mikor motoroztál utoljára? Én azóta nem motoroztam. Nem mondod? <laughs> azóta nem motoroztam. Csak bicajozol szokás szerint? Bicajozás az igen, az tegnap is megtörtént. Ott Hontanak faluban, hogy már láthatták, és a kedves nézők, itt a reggelis start van ugye, több ízben is. Ö, motorozás nem, nem is szeretnék, csak a hungaroringen most már. Nem azért, hogy most ez nagyképűen hangozzék, hanem egyszerűen csak azt az egy pályát szeretném teljesen jól memorizálni és betanulni. Nem, nem akarod, hogy összezavarjon mindenféle? Semmi, így van, így van, így van. Mindenféle kisebb lá... kereszteződés, meg ilyesmi. Persze, ugye? világos. Gergő, hogyan működik idén majd a ti párosatok, hogyan kell felkészülni erre a igen hatalmas feladatra, hiszen ez az első rekordkísérlet, ez egy egyenes motorozás volt a Hungaroringen, szépen sikerült, ez viszont egy hatalmas előrelépés lenne. Nézzük is azt a pályát, itt van nálad. A... Ez így van, az mindenképpen az internet, megnyugtatással töltel engem, hogy a Sanyi nem tervez olyanokat, hogy motorra jár majd dolgozni, tehát ennek, ennek nagyon örülök, hogy a hungaroring lesz a következő célpont. Tehát nem fogja a rétság gond Nem, nem, nem. Tehát a, a Hont Budapest útszakaszon nem kell, nem igen. kell tartani az embereknek attól, hogy itt bármiféle probléma lesz. Minészet, de de autóval sem. Autóval <laughs> sem. A Hungaroring sem lesz egy nagyon könnyű feladat, az egészen biztos. Itt tartom a kezemben a pályának a rajzát, ez a 16 kanyar na, az. Sanyikám itt hogy jobban lázs, úgyhogy ő is megbarátkozott, már memorizálta. E, igaziból ennek a pályának van néhány sarkalatos pontja, és néhány olyan olyan hely ezen a pályán, ahol ahol tényleg nagyon észnél kell lenni. Én úgy gondolom, hogy az a 35-40 km per órás átlagsebesség, amit meg fogunk választani a Sanyinak a rekordkísérlethez, egy motorral lehetővé teszi azt, hogy néhány kanyar igaziból az ideális ívet kihasználva ki is marad nekünk. Tehát azok a nagyon enyhelyű kanyarok, mint például az 5-ös vagy a 12-es, ott, ott tulajdonképpen ideális íven el tud menni a Sanyi egyenesen. Ettől függetlenül van a sikán, ugye a 8-as, 9-es kanyar kombináció, illetve a cél egyenesre visszafordító két kanyar, a 15-es, 16-os, ahol nagyon-nagyon észnél kell lenni. De van egy, egy metódus, amit kidolgoztunk erre, hogy hogy fogjuk memorizálni a pályát, illetve hogy fogja a Na, Sanyi... erről egy pár szót azért ejtsünk, A legelső lépés kérdez, az az, az hogy autóval fogunk körbe menni a pályán többször. Amikor autóval körbenyünk akkor minden kanyart el fogunk nevezni, és így a Sanyinak lesz támpontja arra vonatkozóan, amikor már a motoron ül, akkor én egy-egy szóval, egy-egy információval nagyon sok adat, adatot tudok vele közölni. Tehát a, a Sanyi kö... ezt a kísérletet, a, a pályabejárást, a tereppel való ismerkedést, klasszikusan, mint hogy ezt régen is tette, rali vagy bármilyen autós mitfárerként kezd, igaz? Ez pontosan így lesz. Hát egy utcai autóval végiggurulunk igazából, és az a legfontosabb, hogy, hogy megmaradjon az, hogy, hogy, hogy milyen ívű a kanyar, tehát mennyire kell mozdítanom a kormányt, nem mondom, hogy nincs bennem félelem, sőt, hát van bennem, de most elsődlegesen abszolút nem fog érdekelni a sebesség, de elsődlegesen az a célom, hogy, hogy végigmenjek, és Gergő azt mondta, hogy biztos benne, hogy hogy meg tudom csinálni. Sajnályn hihetetlen időérzéke van, ezért nagyon fontos az, hogy soha ne zavarjuk meg. Minden próbakör és minden modellezés arról fog szólni, hogy azonos sebességben tegyük meg a pályát. Ő akkor tudni fogja, hogy kanyarok között körülbelül, illetve egész pontosan mennyi idő telik el. Ő azt is tudni fogja, hogy mennyi idő alatt kell megtenni egy kört, a belső órája hihetetlen precízen működik, és ezt ki is fogjuk használni. Tehát autóval fogjuk kezdeni, meg fog ismerkedni a kanyarok hívével, illetve a pályának a hosszával időben. A következő lépés pedig az lesz, hogy motorral fogunk menni, én fogok vezetni, ő pedig utasként mögöttem fog ülni, így meg fogja már érezni azokat a dőléseket, amik esetlegesen szükségesek ahhoz, hogy a kanyarokat abszolválja. Ezután következik már az Bocsás, a. Meg, itt, akkor motorosztok együtt, és még te vezetsz, akkor már abban a sebességben kell utazni. Mindig, sebességben mindig az autóval, a autóval is. is. Tehát az, a sebesség az mindig az a sebesség lesz, hogy ami az első az... biológiai órája rögzítse azt az ütemet, azt a tempót, egész ami pontosan ülepszik, van. ülepszik szépen a körökön keresztül. Egész pontosan, van? egész pontosan így van. Tehát neki az első pillanattól kezdve azokat a köridőket, illetve a kanyar közti távolságokat kell megtennie időben, ami majd a kísérlet során is lesz. Miután megtettük azt a kört, hogy, hogy vittem egy vört a motor nem egy kört, hanem egy tíz 15 beszélünk. Igen, hát sajnos annyira nem lesz lehetőségünk, de én bízom benne, hogy tíz kört tudunk menni mindenképpen úgy, hogy én viszem őt, és utána pedig azok a gyakorlások következnek, amiből nem szeretnék túl sokat, megmondom őszintén, amikor már ő fog vezetni, azért nem szeretnék túl sokat, hogy ne bízza el magát. Meg kell, hogy legyen az a, az a vizsgadruk, amikor, amikor a kísérlet lesz, hogy a Sonny a maximumot hozza ki saját magából. Sanyikám, mennyi idő kell akkor ahhoz, hogy a te órád, ezt úgy berögzítse, hogy aztán nekivágjatok az élesnek. Szerintem egy autóval, ha háromszor végigmegyünk, és nyilván fogok közbe kérdezni, mert én az a fajta ember vagyok, aki folyamatosan beszél és kérdez. Szerintem egy három alkalom autóval, lehet, hogy motorral mondjuk öt alkalom lesz, és szerintem, ha szánunk rá egy ilyen négy-öt napot, lehet ez megszakításokkal is, sőt, talán az a legjobb. Hát ez a navigátor múltad nagyon sokat segít az ebben, nem? Hol, hogyne, hogyne, hogyne. Tehát, meg egyáltalán az, hogy, hogy, nagyon sokat ülök autóban. Tehát így Hont és Budapestről ugye beszéltünk a, a műsor elején is, ott is szinte az összes kanyar tudom, hogy akivel mondjuk először megyek arra, figyelj, kapcsolj vissza a harmadikba, mert ez olyan kanyar, hogy ez jobb, jobban jársz, ha úgy veszed be, bár uh -huh. azért ugye függ ez az autótól is, de, de megvan, hál' Istennek, és remélem, hogy a Hungaroringnek a, az összes konyarját meg fogom tudni tanulni. A Hungaroring támogat benneteket ebben? A Hungaroringgel a tárgyalások majd most kezdődnek el, hiszen aki illetékes ebben, az most éppen Dél-Amerikában Dakarral Balázs. A Balázs. Úgyhogy várjuk, hogy hazajöjjön, minél jobb eredménye, és akkor le tudunk ülni beszélni vele erről, hogy mi lesz a az ütemezés. Sanyi, legvégén, ha minden jól megy, meg tudtok állapodni, akkor mikor lenne optimális, mikor lenne jó ez a rekordkísérlet? Egy ilyen kellemes márciusi-áprilisi Hát most Tabaszi felújítás. Bizetne, felújítás alatt fog állni a hungaroring pályája azt hiszem, hogy március 20-án zárják le teljesen, és ilyen másfél hónapra tervezik. Tehát amikor nekünk ez a rekord kísérlet lenne, az körülbelül május vége, június elején lehet, hogy a VTTC futam keretén belül. Tehát mindenképp szeretnénk kötni egy eseményhez, szeretném szeretnénk minél többen kijönnének, eljönnének, látnának ezt az eseményt, és drukkolnának. Tehát akkor egy Mihály Szkarvai páros az felhúzhatna a nézőközösséget. Így legyen, vissza fogunk rá térni, megnézzük, hogy milyen lesz a Kísérlet, addig jó munkát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönöm köszönjük és. a lehetőséget.